Jó estét kívánok, kedves nézők! Szemünk előtt cseperednek fel azok az atléták, akik valamikor az Arak Utánpótlás Akadémia műhelyében elkezdték nem is olyan nagyon régen, pár évvel ezelőtt a sportot. Sokszor számoltunk be a különböző korosztályos sikerekről, és most már ott tartunk, hogy lassan a felnőtt korba érnek a legkitűnőbb klasszisok, és ott is leteszik névjegyüket. Az U20-as Európa-bajnokság, melyet a múlt héten rendeztek Svédországban, tulajdonképpen az egyik utolsó nagy állomása felnőtt versenyek előtt a korosztályos versenyzők számára, és ezen szép szám alatt voltak a fehérváriak, és nagyon szép eredmények is születtek. A legszebb pedig természetesen Mátó Sárályi, aki a 400 méteres gátfutásban ezüstérmet szerzett, és aki itt van velünk a stúdióban. Szia, köszönöm, hogy bejöttél, és gratulálunk még egyszer természetesen. És hát itt van velünk a joggal büszke edző Tölgyesi Előd is, akivel tulajdonképpen kezdhetnénk is ott, hogy tényleg amikor néhány évvel ezelőtt, nem is olyan nagyon régen ez az egész koncepció indult, és mondjuk amióta itt a Regióban zajlik ugye a minőségi munka, nyilvánvalóan ezt láttátok, vagy látjátok egyfajta kifutásnak, hogy amikor tényleg a gyerekekből lassan felnőttek lesznek, ráadásul ilyen eredményekkel. Igen, amikor terveztük a műhely munkát, és már ezt lassan több mint 10 éve mondhatjuk, hogy mit szeretnénk vizionálni, akkor előre tekintettünk így közép, de inkább hosszabb távon, és a 2008-9-es évet követően kezdtük el azt az aktív versenysorozatot, azt a szemléletváltást, azt a tehetség, kutatást és gondozást, aminek igen, az a célja, hogy minél jobb eredménnyel rendelkező felnőtt versenyzőink legyenek. Ez a cél. Ehhez egy nagyon-nagyon hosszú út vezet, most már lassan időben is 10 évnél tartunk, és az ezen az úton időközben elkezdődött fiatalok tényleg, ahogy mondod, felcseperednek, már ifjúak és kis felnőttek, és szépen mennek végig azon az úton, ami igazából az eszköz az igazi nagy-nagy cél eléréséhez, a sikeres felnőtt versenyzővé váláshoz. És valóban ez egy nagyon fontos állomás, ez az U20-as Európai, illetve világbajnokság, attól függ, milyen év van, hiszen ez a küszöb, amin ha valaki igazán jól szerepel, akkor van lehetősége átlépni és belépni a nagyobb világába. Hát mondjuk 10 évvel ezelőtt az azért túlzás lenne, hogy a csatogós lepkét tologattad, mert mondjuk inkább általános iskola alsó tagozatában valamikor gondolom ismerkedtél egyáltalán a sportág alapjaival. Neked megvan az, hogy egyáltalán hány éves korodban gondoltál először arra, hogy hát valamikor majd ez ilyen versenyszerűen is jó fog menni neked? Hát igazából igen, már alsó tagozat óta sportolok rendszeresen, viszont először hát inkább a felső tagozattól váltott át ez a hobbi, hát inkább élsporttá, bár akkor még nagyon fiatal voltam ehhez, viszont akkor azért már elkezdtem arról álmodni, hogy egyszer odaérhetek a nagyok közé, én is, bár akkor még tényleg tudtam, hogy ahhoz egy nagyon-nagyon hosszú út vezet, ami nem lesz egyszerű, nem mindig lesz egyszerű, de hát igazából körülbelül 6 éve kerültem át Tölgyesi Előthöz, és hát igazából szerintem onnantól számíthatjuk azt, hogy komolyabbnak a sportot, amit én csinálok, hiszen akkor voltam az első világversenyemen, vagy hát Európa versenyen, és igazából azóta. Amikor valaki egy tanítványt megtalál, átvesz, nem tudom, először elkezd edzeni, akkor mennyi idő alatt látja meg benne azt a lehetőséget? Amit most mondott Sára, amikor hozzád került, akkor rögtön tudtad, hogy itt egy komoly potenciál rejlik ebben a kislányban? Azt szoktuk mondani, hogy a tehetség nagyon korán megmutatkozik, viszont ha nagyon korai sikerek jönnek, akkor könnyen átfordulhat az egész sztori a rossz oldalra, és a korán jött sikerek azok inkább gátolják a továbblépést, mint segítik. Éppen ezért a lehető legtovább volt Véninger Katalin kolléganőmnél a Sára, aki az alapokat nagyon jól letette, és pallérozta Sárának elsősorban az állóképességét. És valóban, amikor átkerült, akkor elkezdődhet ez a úgymond bár közhely, hogy csiszolgatása egy apró gyémánnak, ami
amit nagyon sokszor sok mindenkire rászoktak és rászoktunk mi is mondani, hogy nagyon kivételes, tehetséges, csiszolatlan gyémánt, és már sokszor mondjuk, néha többször, mint kéne. Éppen ezért óvatosan fogalmaztunk már akkor is az ilyenekkel, hiszen a mai világ az nem elsősorban arról szól, hogy aki álmodik egyet, annak utána van 6-8-10 éve, hogy ezt végigvigye. Nagyon-nagyon nehéz ez a élsport, és ennek is most még csak az elején járására, de igen, látszódott, hogy minél több képesség megmutatkozott benne, minél több versenyszámba nem csak az ország legjobbja lett, éppen ezért sokáig az összetett versenyzést is favorizáltuk, és ez mind-mind így utólag per pillanat úgy tűnik, hogy jó döntés volt, és jól sáfárkodtunk a képességekkel, illetve a tehetség gondozásnak annak a részével, ami terhelésnek hívunk, hogy ez folyamatos, fokozatos és nagyon sokoldalú színes legyen, hogy ne ezt mondhassuk el. Bár jelen pillanatban ez sár a legjobb éve és legszebb eredménye, de bízunk benne, hogy ez még egy fölfelőívelő pálya. Itt a végén mondta előd, amit egyébként kérdezni is akartam, hogy te azért futottál már korosztályos csúcsokat, országos csúcsokat, és hát itthon számos már felnőtt érmed, aranyérmed is van. Ez a mostani Európa-bajnoki szereplés, ez a csúcs eddig? Hát én úgy gondolom mindenképpen. És igen, az idő az szépen fejlődik évről évre, és most értem oda, most érkeztünk oda, hogy ezen egy nagyobb verseny, ezen az Európa-bajnokságon is oda tudtam érni a dobogóra, de igazából én az itthon futott jó időeredményeimnek is ugyanúgy tudok örülni, mint hogyha mondjuk egy ilyen Európa-bajnokságon futottam meg ezt a jó időt, bár ez ugye sokkal jobb lett, mint az itthoniak. Viszont igen, egyértelműen mondhatjuk, hogy ez eddig a legjobb helyezés, amit elértem. És mi kellett ehhez? Mitől sikerült ez ilyen jól, ez a verseny? Nyilván azért vannak dolgok, amiket meg lehet fogni, hogy tényleg a pálya jó, az időjárás, egyszer csak jó lábbal kell föl valaki, vagy az adott pillanatban kapja el ugye a fonalat. Volt ennek előzménye, érezhető előzménye? Hát ugye ez már a negyedik világversenyem volt, amin kint voltam, úgyhogy mondhatjuk, hogy azért már tapasztalatot is tudtam gyűjteni, ami szerintem nagyon fontos szerepet játszott benne, hogy most jól tudtam szerepelni. Kifejezetten azért, mert 3 futás is volt, és már ezt is így kezdtem megtanulni már az előző versenyeken, hogy milyen az, hogyha az embernek nem csak egy futásra kell összpontosítania, és ott a legjobbat kihozni magából, hanem tulajdonképpen egymás után 3 nap. És hát ez is egy nagyon nehéz feladat volt, és hát ehhez még kellett nagyon jó felkészülés, amit idén el tudtunk végezni, meg hát nem csak az idei év felkészülése, hanem az a rengeteg munka, amit nem csak egy év alatt, hanem már mióta sportolok, és mióta komolyan veszem, azóta csinálok, meg csinálunk, úgyhogy... Ugye most zajlik a vizes VB Dél-Koreában, éppen a beszélgetésünk a felvétel előtt nagyon kevéssel nyerte ugye Kapás Bogi az újabb aranyérmet, és az jutott eszembe, hogy ha úszóedzővel beszél az ember, vagy hallgatja, ha atléta edzővel, főleg világversenyen, mindig az idő az első, ami szóba kerül, hogy milyen időeredményt várnak el mondjuk a tanítványtól. Az, hogy ez milyen helyezésre lesz elég, azt nyilván előre soha nem lehet megjósolni, vagy legfeljebb tényleg nagyon nagy klasszisok esetében csak. Úgyhogy hát úgy képzelem el, hogy te is egy stopperrel a kezedben nézted, mérted, vagy mondtad Sárának, hogy körülbelül mikor, mit, mennyire kellene megfutni, és hát úgy lehetett, hogy gondoltátok, hogy ha az meg lesz, akkor aztán nagyon a helyezésre sem lehet gond. Pontosan a jó eredmény, a jó idő az mindig hozza magával a jó helyezést, hogyha elégedettségnek lehet hangot adni, akkor igen, hogyha az ember elégedett a teljesítményével, az elért idejével, akkor nem lesz keserű a szája íze, hogyha esetleg éppen érem nélkül marad. Ebben az esetben viszont kérdezted, hogy voltak-e konkrét előjelek, persze a hosszabb felkészülést követően, azért idén a dél-afrikai edzőtábor, ahol először voltunk, és szerintem sikerült nagyon jó speciális munkát végezni már konkrétan 400 gátra, hozzáteszem idén először, és ez a idei harmadik junior országos csúcs, amit a Sára futott, és mind a 4 idei 400 gátos futás, ami az EB-t megelőzte, az
két tizeden belül volt, és ott volt 57 fél környékén. Magyarul nem kell nagy jós tehetség ahhoz, hogy aki tudja, hogy itt egy hónapon belül, két tizeden belül fut, és mindig hozza magát, és ez mind jobb eredmény, mint amivel tavaly befejeztük az évet. Innen sokkal könnyebb tovább lépni, mint hogyha valaki egy hullámzó teljesítménybe szerepel egész évbe, és akkor megy a totózás, hogy na most akkor a világverseny mit dob. Aha. Az oké, okay, hogy vannak időeredmények és látható fejlődési vonal. Ugyanakkor azt mondta, tegnap is beszéltünk, hogy láttad ugye, hogy a nevezési idők alapján mondjuk a második legjobb eredmény a tied a mezőnyben, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy akkor második is lesz az ember. És most megint egy úszó példával, hogy valamelyik nap volt ugye Kései Ajna, aki azt mondta, hogy mikor kidőlt előle egy nagy favorit, a két ledeki, akkor ugye előrébb lépett ő kvázi egy ilyen virtuális rangsorban, és a döntőben ezt valahogy nem tudta elviselni. Ugye rászakadt nagyon gyorsan, hogy ő most tulajdonképpen akár éremesélyessé lépett elő, ha az időeredményeket nézzük. Szóval ennek nyilván van egy mentális oldal is, hogy ki mennyire tudja azt a bizonyos időeredményt produkálni. Te ezek szerint jó versenyző típus, vagy nem szoktál soha ilyeneken agyalni, hogy most épp a döntőbe ki fog eljönni? Hát, de azért nyilván én is szoktam ilyeneken gondolkozni, meg azért én is az ebéd sokat gondolkoztam ezen magamban, és hát tényleg most volt az első olyan, hogy olyan idővel mentem az ebére, hogy az akár ugye éremesé is lehet, úgyhogy azért ez még új volt számomra is, de tudtam, én is, amit előd is mondott, hogy tudtam hozni ugyanazokat az időket idén többször is, és hogy nem volt hullámzó a teljesítmény, úgyhogy úgy tudtam odaállni a döntőbe is, hogy van egy idő, amit én stabilan tudok, és éreztem belül, hogy én erre ettől még többre is vagyok képes. Én azt akartam igazából kiukadni, hogy a tét mennyire tudja megremegtetni az embert, mert nyilván van egy olyan technikája ennek, amit a becsukott szemmel megcsinálsz, ha a futófolyoson kell itt a bregyó közben végigvinni, csak ez egy Európa-bajnoki döntő. Persze, csak pont az egy biztonságot adott nekem is, hogy tudtam magamról, hogy tudtam egész szezon alatt stabilan versenyezni, és úgy tudtam odállni, hogy igen, felkészültem, és hogy ki tudom magamból hozni a legtöbbet. Megnézzük, ez egy felvételt, megkérem a kollégáimat, hogy indítsuk el, hiszen a te futásod azért televízión, illetve interneten is követhető volt. Itt látható, ahogy a bemutatásnál a kis szívecskét megformáltad. Ha arra fordultok, akkor ti is látjátok, és akkor nézzük végig pontosan majd. Említetted ugye, hogy volt már előtte két futás, az nem tudom mennyire jelentett problémát, hogy ugye a szezonban összesen nem futottál ennyiszer 400 gátot, tehát meg kellett szoknod azért ezt a sorozatterhelést is. Igen, de nem volt vele probléma, mert azért az edzéseket is és a terheléseket is idén úgy igyekeztünk, vagy hát előre úgy igyekezett összerakni, hogy ezt bírjam majd ott a versenyen is, úgyhogy én bíztam benne, hogy ezeket mind jól elvégeztük, ezeket a felkészüléseket, ami ehhez kellett, és hát így is lett, mert nem volt probléma a három futással. Mennyire volt jó a pálya, amelyiken futottál, ugye azért általában középen jó? Az ötös pálya, igen, nagyon jó volt. Egyébként ez a pálya, ez nekem még egy plusz biztonságot is adott, mert amikor először futottam az EOFON, még 2015-ben, akkor az ötös pályán futottam, és valamiért ez a pálya az egyik kedvencem lett, és úgy is maradt meg, és mind a három futásomat az ötös pályán futhattam idén az EB-n, úgyhogy ez még... Hát itt is ott vagy az ötösen, és ugye a holland favorit volt melletted. A kérdés ilyenkor nyilván az, hogy mennyire tud saját magára figyelni az ember, mennyire kell attól tartani, hogy esetleg valaki, aki nagyon húz, elvisz, vagy esetleg elviszi az önbizalmadat? Hát igazából nem közvetlen mellettem lévő pályán volt, hanem a hármason volt, tehát kettővel alattam. Úgyhogy hát igazából még az előfutamban talán figyeltem, hogy ő hogy fut, és talán egy kicsit érzékeltem, hogy hol tart hozzám képest, de a döntőben már sikerült olyan szinten magamra figyelni, hogy nem is érzékeltem a körülöttem lévő pályákon a versenyzőket. Tehát nagyon speciális szám ez a 400 gát, nyilván az összes szakmai finomságában nem tudunk belemenni, de az, hogy tényleg amikor az embernek mondjuk mögötte indul valaki, akiről nem látod egészen az utolsó egyenesig, hogy most mi a helyzet, ez gyakorlatilag arra készteti az ember, hogy tényleg csak saját magára figyeljen, vagy aki közvetlenül mellette mondjuk előtted fut, az el tudja azért vonni a figyelmet? Hát el tudja vonni, és volt is már ilyenre példa. Tehát már volt olyan verseny, ahol éreztem, hogy zavar az, hogy látom, hogy mellettem hogyan versenyeznek, viszont
Viszont tényleg most sikerül, hogyha az ember oda tud annyira koncentrálni, hogy azt ne is figyelje, hogy mellette hogy futnak, akkor az a legjobb. És ez sikerült. Úgyhogy. Hát itt látható, hogy tulajdonképpen teljesen egyértelmű volt, ahogy holland győzem, ugye te második helyed is. A célegyenes volt az igazi titka ennek? Azt láttuk, hogy hát, ha nem is volt fej-fej melletti csata, de viszonylag együtt jöttetek le azért ott az egyenes végén a gátakról. A végére viszont teljesen egyértelmű lett az előnyöd a többiekkel szemben. Hát igen, úgy érzem, hogy maradt erőm a végére, jól sikerült beosztani, többen is kezdtek erősebben, és a kanyar végére azért voltunk egymás mellett, mert ők az elején már előttem voltak, és én ott értem be melléjük, és hát már nekem is volt olyan futásom, ahol szúrtam el úgy, hogy az eleje gyorsabb lett, és a végében nem maradt, viszont most tényleg sikerült úgy lefutnom az egészet, hogy ne legyen ilyen nagyon lassuló, és maradt a végén energiám ahhoz, hogy még tudjak még egy lapáttal rárakni, és hogy mindent tényleg kihozni magamból. És ez így is történték? Te úgy érezted, hogy abszolút kifutottad magad? Igen, teljesen úgy éreztem. Abban a pillanatban úgy éreztem, hogy nem maradt a futásban. Persze egy visszanézve biztos, hogy lehetne benne találni tizedeket, századokat. Az edzőt azt mondta előtt adás előtt, hogy még nem nézte vissza. Tehát neked még ugye az az egy élményed volt, ami ott a helyszínen volt. Ott első benyomásra ez egy szakmailag teljesen rendben lévő összerakott futás volt? Azt beszéltük még verseny előtt, hogy edzettünk és versenyzett már a Sára annyit, hogy amíg figyelni kell, amíg kontrollálni kell ezt a futást, az kb. A 7., 8. gát és annak a gát köze. Addig ésszel fusson, és amikor lejön a 8. gátról, akkor versenyezzen. Akkor ne legyen kontroll, ne legyen gondolkodás, akkor tegyen bele apai tanyait, rakja oda, ami benne van, és fussa ki magát. Ott már ne figyeljen arra, hogy jönnek a gátak, melyik lábból veszi. Ott meg kell... Ami a csövön kifér, igen. Ott hozni kell az extrát. Ez sikerült, és ezért abszolút hiányérzet nélküli nekem is ez a futás, ez a döntőbeli futás. Nyilván, hogy ha még egy lépés sikerül kivenni majd egyszer valamikor belőle, akkor ez a tovább lépéshez megvan, hogy mit lehet még jobban csinálni, de ez a döntőbeli futás, ami ugye 3 nap alatt a harmadik volt, ez így volt jó, ahogy volt. Hát olyannyira, hogy Sára azt mondta, amikor tegnap rövidebben beszéltük, hogy valamiféle extatikus állapotba került, tehát hogy gyakorlatilag sikerült annyira valóban nem a kontrollált dolgokra figyelned, hogy mintha egy ilyen film lett volna az egész. Igen, tényleg olyan érzés volt. Tényleg nagyon sokan kim voltak szurkolni, és minden országból ott voltak, és tele volt a lelátó, és mindenki hangosan... A családom is kim volt, igen, és őket még ráadásul a rajt előtt láttam is, mert ott álltak nem is olyan messze a rajtól, úgyhogy így, ők így megtestesítették mindenkit, akit tudtam, hogy szurkol és hogy velem van, és ez még plusz jó érzés volt futás előtt is. A végén meg tényleg a lelátóról, ami lehallatszott kiabálás és szurkolás, az egy olyan erőt adott, de szerintem nem csak nekem, hanem minden versenyzőnek a futamból, viszont tényleg ez egy hihetetlen érzés volt. Ugye nem sokkal előtte itt a Gyulai Memoriálon is futottál, ami nyilván elsősorban hát élményként volt nagy, mert itt azért tényleg a világsztárok jönnek el, de mondjuk szakmailag mennyit tudsz kamatozni abból a saját versenyeiden, amikor mondjuk felnőttekkel futsz, főleg ilyen szintűekkel? Hát igazából most futottam először így felnőttekkel itt a Gyulain, Székesfehérváron, és ez is jó volt, hogy igazából hazai pályán, de mégis sikerült a hazai pályából egy ilyen nemzetközi hangulatot varázsolni, ami tényleg az is tök érdekes érzés volt. És talán ez jó is volt az EB előtt, hogy mégse csak egy sima verseny volt az utolsó verseny előtt, hanem egy ilyen extrább, ahol tényleg éreztem azt, hogy oké, hogy élvezetből kell futni, de azért mégis rendesen izgultam előtte, mint egy nagyobb versenyen, mert tényleg olyan színvonalú verseny volt, és olyan versenyzőkkel futottam együtt, akik miatt megérte izgulni, meg akik miatt lehetett izgulni. Aha. És harmadszor hozzam ide, de ígérem utoljára az úszás párhuzamot, csak azért, mert most a rekordokkal vagyunk ugye éppen eltelve, hiszen fantasztikus világcsúcsot is úszott magyar versenyző. A te futásod az 2 korosztályos csúcsot is megdöntött. Abból az egyik van olyan, amelyik ugye már lassan 40-34 éve volt érvényben.
Ad-e ez bármiféle pluszt utólag? Mert nyilván az adott korosztályos csúcsot nem először döntötted meg idén sem, de az U23, ami azért egy nagyobb korosztálynak a csúcsa, az igen régóta ott állt a helyén, és hát nem is tudom, hogy számítottál rá, hogy ezt is sikerül megdönteni. Hát nem számítottam rá, és egyébként tök érdekes, hogy az elmúlt három ilyen világversenyen sikerült először az ifjúságit, aztán a junior csúcsot megfutni, most pedig az U23-ast is sikerült, és most is például nem tudtam így századra pontosan, hogy mennyi ez a csúcs, és egyáltalán én nem is számoltam ezzel, hogy ez benne lehet, vagy hát itt teljesen meglepetésként érzed, ráadásul miután beértem, annyira örültem, hogy második lettem, hogy én még azt sem láttam, hogy az óra hol állt meg, tehát hogy a győztes idő az mennyi volt, és mire beértem arra a helyre, ahol kiírják ott az időket, ahol össze lehet szedni a cuccunkat, és ott már nem is volt kiírva az időse, úgyhogy még talán egy negyed óra volt, mire megtudtam, hogy mennyi lett az idő eredményem, és akkor hát tényleg annak talán még jobban örültem, mint a helyezésnek, mert tényleg hatalmassal sikerült javítani a saját egyéni csúcsomon. Hát ezt megértem, ez tényleg óriási élmény lehet, mikor az ember valaha volt legjobbját mondjuk teljesíti éppen rá, és egy ilyen fontos versenyen. Hát itt a felnőtt mezőt már kicsit pedzegettük, részben a gyulai kapcsán részben, mert hogy ugye most már a korosztályos csúcsokat mind átadtad a múltnak, így aztán most már csak ez a mérce lesz majd előtted. Mennyire gondolkoztok abba, hogy mostantól Sárának tényleg a felnőttek között kell versenyeznie? Abszolút tervbe jön, több ok miatt is. Egy, most hétvégén felnőtt országos bajnokság van, magyar szinten. Három hét múlva csapat Európa bajnokság, szintén a felnőtteknél, ahol elég erős nemzetközi mezőnybe, 11 nemzet legjobbjaival kell szintén felnőtt szinten a Sárának már megmérettetni magát, mint legjobb magyarnak, és jövőre viszont egy kicsit előre gondolkozva 2020-ban felnőttek között Európa-bajnokság lesz, amely Európa-bajnokságra már tavaly 2018-ban bár még nem kvalifikált, de már meghívta a Nemzetközi Szövetség. Így nyugodtan mondhatjuk, hogy jövőre már nem korosztályos, hanem felnőtt világeseményre fogunk készülni, és lesz a felkészülés fókuszában. Ha egy picit pedig távolabbra tekintünk, akkor a 2023-as Budapesten megrendezésre kerülő felnőtt világbajnokságig, és talán utána 2024-ig nézegethetünk már előre, ami viszont abszolút felnőtt szint, felnőtt korcsoport, és szerencséje van Sárának, hogy most ezzel az idővel már jövőre az EB-n szerintem nem a kijutás lesz a kérdés, hanem hogy szerepel kint, és utána pedig évről évre lesz olyan nemzetközi esemény, ami mindig kellő motivációt, és persze, hogyha jól sikerül, akkor visszajelzést ad, hogy az úton, amelyen haladunk 2024-ig mondjuk, hol tartunk. És a hét próba projekt az ugye el lett akkor engedve? Teljesen nem. Nyilván, hogy azért ember legyen a talpán, aki ezután azt mondaná a Sárának, hogy a Sára, felejtsük el ezt a 400 gátat. Nem megy az olyan jó. Miért próbálgassunk egy kicsit? Nem. Felkészülés szintjén meg kell maradjanak azok a képességfejlesztő eszközök, módszerek, ami a hét próbában megvolt. Lehet, hogy fedett pályán még el is fog indulni, akkor ugye csak egy napos és öt próba az összetett versenyatlétikába. Szabadtéri versenyszezont viszont egyértelműen már, hogy a felnőtt Európa-bajnokságra való felkészülés fogja jelenteni. Hogy ebbe belefér-e az összetett országos bajnokság szabadtéren, azt most még nem tudom. Idén nem fér bele, hiszen az pont a felnőtt OB és a csapat EB közötti hétvégén lesz, és biztos, hogy azon a hétvégén most már sok ideje először kap egy szabad hétvégét. Ez igazi boldog most, hogy most terült célsára az Európa-bajnokság, meg rekord, hagyjuk, a szabad hétvége végre. Gondolom, nem a szabad hétvégéig tervezel elsősorban, de hát itt tényleg egy nagy dolgok hangzottak el, és egy rendkívül szerencsés dolog, hogy mondjuk 2023-ban, amikor te még mindig egy nagyon fiatal felnőtt atléta leszel, akár egy hazai világbajnokságon is versenyezhetsz, szóval gondolom azért megvannak a kitűzött céljaid, vágyaid.
Hát ilyen nagyon konkrét a célom azért nincs ezzel kapcsolatban, csak tényleg, hogy tényleg már jó, hogy ott vannak a látótávolságon belül, és hogy esetleg a kiutással lehet tervezni, de azért 4 év alatt még nagyon sok minden történhet, úgyhogy én pont azért nem is szeretek ilyen, jó, ez már nem olyan hosszú táv, de ilyen konkrétabb dolgokkal tervezni, szóval, hogy már egy részvétel, és minél jobb eredmény, ami éppen akkor az akkori formámhoz képest jónak számít, azt el tudok érni, akkor én annak már örülni fogok. És tegnap este mennyire örültél, pont szám ügyileg? Hát örültem, igazából egyetemista lettem, úgyhogy végül nem a TFM fogok tanulni, hanem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és a média és kommunikáció szakon. Ó, szeretettel várunk a szakmában. Igen, úgyhogy egyébként kicsit meglepetésként ért, mert tavaly sokkal magasabb volt a ponthatár, úgyhogy ezt így kezdtem így elfelejteni, tehát ezzel nem is nagyon számoltam, és akkor hirtelen csak megjött az SMS róla, hogy hát felvettek, úgyhogy nagyon örültem neki. És ami nyilván ezzel kapcsolatban az egyetlen nagy kérdés, ami esetleg az edzőidet, meg hát a szurkolókat is érdekli, hogy az atléta pályafutásodat ez mennyiben fogja befolyásolni? Hát egyáltalán nem fogja befolyásolni, mert levelezőn fogok tanulni. Ez ilyen 2-3 hetente 2 vagy 3 alkalmat fog jelenteni, ezt még nem tudom pontosan, de biztos, hogy tudni fogunk mellette edzeni és készülni. Az biztos, hogy itt a Bregyók szomszédságában lévő médiacentrumban szakmai gyakorlatra bármikor szeretettel látunk, hogyha médiából próbálsz ismerkedni. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük a meghívást. Gratulálunk még egyszer a fantasztikus eredményhez, és hát a kedves nézőknek pedig annyit, hogy ahogy előtt már említette, hétvégén felnőtt országos bajnokság lesz. Természetesen nem pakolunk terheket sem Sárára, sem egyetlen arra katlétára sem, de azt hiszem, hogy ott is majd szép eredményekről számolhatunk be. Viszontlátásra!